Vannak ezek a napok, amikor hiába szereted, amit csinálsz, egyszerűen nincs kedved megcsinálni a vele járó feladatokat, és a plafon bámulása is nagyobb örömet okoz, és inkább veszek meg, mintsem, hogy egy gombot lenyomjak a billentyűzeten, vagy bekapcsoljam a kamerát. De mivel a céljaim nem változtak, hatékony szeretnék lenni és felépíteni egy bizniszt, egy közösséget és minőségi tartalmat gyártani nektek, ezért utána szerettem volna járni, hogy hogyan legyek újra motivált. Nos, a nagy helyzet az az, hogy a semmit mondó motivációs videókon túl, és a legyen egy fő célod típusú tanácsokon kívül nem igazán találtam semmi hasznosat, de ez gondolkodásra készített. Ugyanis mi van akkor, hogyha eleve rosszul tettem fel a kérdést, és nem azzal kellene foglalkozni, hogy hogyan legyek motivált, hanem azzal, hogy miért nem vagyok az. Az embereket 80-90%-ban a szokásaik és berögződéseik irányítják, teljesen tudattalanul történik, és azért van, hogy megkímélje az agyat, hogy minden döntés, minden hűvilágra adott reakció előtt gondolkodni kelljen. És ezek a berögződések, illetve automatizmusok igen gyakran lehetnek ártalmatlannak tűnő, ám de káros szokások. Tehát a helyzet az, hogy hiába gondolod magadat tudatosnak a cselekvéseiddel kapcsolatban, valójában 80%-ban nem vagy az, és ezért lehetséges az, hogy bár tudod, hogy 3 óra tiktokozás kurvára szar lesz a mentális egészségednek, és kiégeti az agyadat, mégis azon kapod magad minden nap, hogy már 3 órája tiktokozol. Akkor hogyan lehetnék tudatosabb ezekkel a berögződésekkel, és hogyan írhatnám felül őket, hogy ne befolyásolják a hétköznapjaimat? Erre a kérdésre én 3 megoldást találtam, amiknek tényleg gyakorlati hasznuk van, különösen talán a harmadiknak, és ezek közül az első, hogy akkor is cselekszem, és elvégzem a kellemetlen feladatokat, amikor nincs kedvem. Ennek a lényege az az, hogy megcsinálj minden olyan kis apró feladatot, amihez az adott pillanatban amúgy nem lenne kedved, de megígérted magadnak. Ilyenek lehetnek például a takarítás, a kaja utáni azonnali elmosogatás, de nekem például ilyen a reggeli hideg zuhany is. Ezek minden a dolgok, amikhez egyáltalán nincs kedved, nagy általánosságban, de tudod, hogy meg kell csinálnod, és hogyha azonnal cselekszel, azzal arra edzed az agyadat, hogy a nagyobb feladatoknál is így tegyél, és ne pedig a halogatást választ. És ezen felül ennek egyébként még önbecsülés növelő hatása is van. A következő pont a meditáció. A meditációnak számtalan módja van, és erről rengeteg anyagot találhattok az interneten, de a tudatosság egyik leghatékonyabb fejlesztése a légzésre való koncentrálás és az arra való visszatérés minden alkalommal, amikor elveszed a fókuszt. Az első néhány nap alkalmával még nem fogsz érezni drasztikus változást, de bízz bennem, hosszú távon mindenképp megéri. És nagyon fontos, hogy ne veszítsd el a lelkesedésedet, ha az első 3-4 napban, 7-ben nem érzel semmit, mert ez egy olyan dolog, ami hosszú távon érvényesül, és hogyha komolyan veszed az önfejlesztést, akkor mindenképp javaslom, hogy váljon a mindennapjaid részévé, mert a meditáció egy olyan dolog, ami hosszú távon fog kifizetődni, hosszú távon fogod érezni, hogy sokkal élesebb az agyad, hosszabban tudsz koncentrálni, és jobban jelen vagy, ami ugye a tudatosságnak a legfontosabb eleme. Viszont ezzel nem lesz könnyű dolgod, mert a tudatosságodat és a jelenlétedet, valamint a figyelmedet minden létező platformon próbálják megszerezni, és ez elvezet minket a 3. ponthoz, ami nem más, mint a dopamin detox.